áthelyezhetik a férfi vízilabda döntőt a Duna Arénába, abban az esetben, ha a magyar csapat is bekerül. A döntő meccset eredetileg a Hajós Alfréd uszodában tartották volna, ahová már az összes jegy elkelt. A Duna Arénában 5000-rel többen szurkolhatnának, ennek érdekében Gyárfás Tamás már egyeztetett a FINA igazgatójával és Kemény Dénessel is. A VB szóvivője viszont azt mondja, hogy technikai okokból a helyszíncsere szinte kivitelezhetetlen. Fergeteges volt a hangulat a vízes VB megnyitóján a Duna Aréna körül. A VB alatt végig teltházzal zajlanak a mérkőzések. A hatalmas érdeklődés miatt elképzelhető, hogy a férfi vízilabda döntőt is itt tartják majd. Ez akkor merült fel Gyárfás Tamásban, amikor együtt nézte az olasz-magyar meccset Kornel Márkuleszkóval, a FINA ügyvezető igazgatójával. Gombostűt nem lehetett lejteni, és akkor merült fel joggal a kérdés, hogy hát mi lesz itt a döntő. Ugye itt 7000 ember fél be legjobb indulattal a Margit-szigeten, míg nem a Duna Arénában 12000 ember. Az áthelyezés így plusz 5000 szurkoló helyet jelentene, amire vélhetőleg lenne is igény, hiszen a Hajós Alfréd uszodában meghirdetett 7000 férőhelyre már rég elfogytak a jegyek. A FINA igazgatóján és Kemény Dénesen nem múlik a helyszíncsere, a vízes VB szóvivője szerint viszont ez szinte kivitelezhetetlen. A jelenleginél nagyobb befogadó képességre igazából csak akkor lenne szükség, azt gondolom, hogyha a magyar csapat szerepel a döntőben, de a gyakorlati megvalósítása ennek szinte lehetetlen, hiszen például a vízilabda döntő kezdetekor még az úszók bent vannak az arénában. Így a tervezett 8.30-as kezdéshez képest csak 9.30-as kezdés merülhet föl, így alig egy óra állna rendelkezésre az úszoda teljes kiürítésére, a döntőre érkezők beengedésére, a kamera átállásokra és a medencetér átrendezésére. A finálét rengeteg ország közvetíti, velük is meg kell állapodni a közvetítés átütemezéséről, valamint biztosítani kell a jobb helyet azoknak, akiknek már van jegyük a döntőre. A szervezők minden esetre elszántak, most már csak a válogatotton múlik, hogy bejut-e a döntőbe.